Folytatjuk sorozatunkat, ismét Kocsis Bálint Mester vendégünk, pontosabban mi vagyunk az ő vendégei a konyhájában, és megint csak egy nagyon egészséges tíz órait vagy uzsonnát fogunk készíteni, méghozzá különleges összetevőkből. Mi is lesz ez a mai menü? Egy olyan uzsonnát fogunk elkészíteni, amit nagyon gyorsan otthon összeállíthat bármelyik anyuka, háziasszony, egy zappelyhes kis gyümölcsös kejhet fogunk készíteni a gyerekeknek csia pudinggal, csia mag pudinggal. Talán a csia az az összetevő ebből a kis uzsonnából, amit amit nem mindenki ismer, de szerintem itt egy nagyon jó alkalom arra, hogy, hogy megismerjük ezt az alapanyagot. Egy nagyon egészséges, újszerű és nemrég felfedezett összetevőről van szó. A csia magnak nagyon magas az antioxidáns tartalma, az állandó immunrendszerünket nagyon-nagyon erősít olyan enzimeket tartalmaz, ami mindenképpen javasolt a rendszeres fogyasztása. Bárint még mielőtt tovább mennénk, bonyolult-e a beszerzés a csia magnak, vagy hol érhetik el a háziasszonyok, az anyukák? Egyáltalán nem bonyolult. Pár évvel ezelőtt talán még nehézkesebb lett volna. Most már bioboltokban, egészségtudatos élelmiszereket forgalmazó üzletekben ezek beszerezhetőek, de egyébként én már láttam ilyen hiperekben is, úgyhogy egyáltalán nem gond, és nem is magas az ára egyébként. Tehát van csia maga polcokon? Van, 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 Döntés kell hozzá, hogy akarjunk vásárolni. Szóval az váltás és a változtatás az szoktam mondani, hogy az mindig a vásárlással kezdődik. Na nézzük akkor először a csiamakból, hogy mi készül, vagy mi is lesz a folyamat? Először zappelhet fogunk készíteni, ez egy teljesen hétköznapi zappelhely. A zappelhet, a zappelhet talán most már azért ismerik a, Igen. a, igen, a igen. otthoni konyhákban, ugye? Gyerekek és szülők is Igen. talán egyre többet fogyasztják. Mindenkinek is. javaslom egyébként, hogy a zappelhet olyan műzlit és olyan reggeliket adjunk a gyerekeknek, amiben természetes zappahely van. Azért is javasolt, mert ennek nagyon magas a természetes rost tartalma, és mindenképpen ezt, ezt javaslom, hogy. Csak a jól laktat is, ugye? Abszolút, abszolút. Egyébként egy nagyon jó, mert egész délelőttre egy ilyen vitalizált energiaszintet tud biztosítani. Én azt szoktam mondani az appehelyre, hogy nem véletlenül fogyasztják egyébként a sportolók és az erősebb fizikai munkát végző emberek, mert nem terheli meg a gyomrot, nem terheli meg az emésztőrendszert, mégis egész délelőttre egy nagyon jó közérzetet és komfortérzetet ad. Berint leáldozóban van a, a kifli, kifli, vagy a zsemle, vagy, vagy az ehhez hasonló szénhidrátok? Hát ugye egyre többen szembesülnek azzal, hogy különböző lisztekre vagy maga, magára lisztre érzékenyebbek. Nagyon sok gluténérzékeny betegtől kapok megkeresést vagy levelet, és én azt szoktam mondani, hogy akkor, szóval, akkor, érdemes letenni a kenyereket, kifliket és különböző pésüteményeket, hogyha mindenképpen indokolt, de ugyanígy egyébként a kenyereket, pésüteményeket is el lehet készíteni egészségtudatosabban. Teljes kiörlésű liszttel, különböző pejhekkel, korpával kombinálva, friss fűszerekkel kombinálva, sokkal magasabb táplálkozási élettani jelentőséget, péksüteményeket tudunk készíteni. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy az eh, hagyja el a kiflítés a, a péksüteményt, aki, akinek indokolt. Én, én nagyon szeretem a jó péksüteményeket, egy jó kiflit, egy jó lepényt, én nagyon-nagyon szeretem, de, de igen, használunk hajdina lisztet, teljes körlésű lisztet, nagyon sok korpát szoktunk szólni, magvakat, úgyhogy én erre biztatok mindenkit. Most Na, erről a... azért váltsunk igen. néhány szót, hogy mi is ez, ami most a poharakba került, mert igen. eddig a, akkor ott van az appehely, És kis apróra vágott alma. Igen, most pedig ráteszem a csiát, ez a csia mag, ez tejbe van megfőzve, és egy nagyon kevés sót tettünk bele, de tényleg csak egy csipetet. Ez ízemben. Fontosak az arányok, amikor főzzük, mennyi mag kell és mennyi tej? Hát körülbelül ez ilyen, amit én most reggel készítettem, ez körülbelül egy olyan fél liter tej volt, és egy hat kanálnyi mag. Nagyon-nagyon gyorsan feldagad, felveszi a vizet, és talán így látszik így a képernyős, így picit így kifehéredik. És Nagyon... mennyi ideig kell főzni forralni? 10 perc. Körülbelül 10 perc. perc. Igen, 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 Így van, szemben? így van, Úgyhogy egy zapkását vagy valami ilyesmit készítenénk, vagy zappehelyből. Teszünk még bele egy kis. No, hát az ezt a gyümölcsöt sem biztos, hogy mindenki ismeri. Holott ez is beszerezhető már. Igen. Gránátalmáról beszélünk alapvetően, és Ebből egy... Különösen az őszi-téli időszak. Igen, szintén ugye színéből látszik, hogy nagyon magas az antioxidáns tartalma, a vitalizáló hatása nagyon-nagyon hasznos, úgyhogy mindenkinek javaslom ezt is. Viszont ha nincsen gránátalma, akkor mivel lehet még? Ribizlit, málnát ugyanúgy lehet ezekhez használni. Picit Ilyen? mondjuk a fagyasztott gyümölcsök is ugyanolyan jók? Én használom, hát természetesen jobbak. Akkor jó jobb minden, amikor friss, és amikor ott van az ideje, de én egyébként rendszeresen használok a turmixokhoz, műzlikhez, e, e, szárít, vagy fagyasztottat is természetesen. Mondjuk most így össze a, a szőlőt is el tudom képzelni. Tökéletes, ugye? tökéletes, tökéletes. Úgyhogy érdemes ezeket használni. E, bátran. Szóval inkább, inkább legyen, én azt szoktam mondani, inkább legyen fagyasztott, mint, mint semmi. Úgyhogy, úgyhogy mindenkinek ezt szoktam javasolni. Na kíváncsian. várjuk, hogy mi lesz ebből. Leginkább azért, mert, mert, mert hogy, 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 meg, hogy megeszik -e ezt a gyerekek. Tehát annyira szokatlanok ezek a hozzávalók és ezek az ízek, most így, ahogy elképzelem, hogy vajon szeretni fogják -e ezt a gyereket. Mi azt látjuk egyébként, rendszeresen tartok főző bemutatókat gyerekek előtt is, azt látom, hogy uh, azzal, rizszi, azzal tudunk két. nekik uh, leginkább uh, segíteni, hogy elfogadják, hogyha mi is elkezdünk ilyeneket fogyasztani. Igen. Uh, már nagyon gyakran mondtam sok fórumon, hogy a hátunkat látva fognak tanulni. Uh, ne az legyen, hogy a, csak a gyerekeknek kell ilyet tenni, mi pedig esszük otthon a kiflit a, 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 a további olyan dolgokat, ami, ami esetlegesen egészségtelenebb. Uh, mutassunk nekik példát az, hogy mi is ezt fogyasztjuk, és ezzel fogják ők is egyébként ezt e, könnyebben elfogyasztani majd. Én szoktam még rátenni egyébként lekvárt, vagy pedig mézet, Na, ami az még az egy picit így édesebbé teszi, és hát az egész még gyümölcsösebb lesz. Egyébként ez tényleg egy olyan kis délutáni nasi desszert, ami, ami tökéletes uzsonna. És ez most milyen lekvár, amit ráteszünk? Ez ez egy, egy vilmos körte vaníliával és kandírozott citromhéjakkal. Úgyhogy... Hát fantasztikus volt. lesz akkor ebből. Szerintem így érdemes. Kell ennek valami éréséről, idő, vagy össze kell keverni, vagy egyszerűen egy csak Ehhez már csak kanál kell, és, és gyerekeknek lehet. 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 vele menni. Ezt meg lehet csinálni kis műzni. meg lehet csinálni, kejhegbe, nagyon szépen fel lehet diszíteni, hogyha van egy friss mentaágunk, vagy egy friss bazsalikomágunk, vagy citromfűág, ezt rá lehet még tenni, úgyhogy nagyon kis mutatós, egyszerű és gyors Uzsonnákat összeret rakni a gyerekeknek. És ráadásul egészséges is, ugyanakkor mégis energiát is biztosít a gyerekeknek. Hát remélem, hogy tetszeni fog nekik. A mi tapasztalatunk az, hogy lehet, hogyha elsőre nem fogják elfogadni, vagy nehezebben, akkor. Együk mi, fogyasszuk mi, és ezzel a példával, hogy látják rajtunk, hogy mi is ezeket az élelmiszereket és alapanyagokat fogyasztjuk, akkor ők is könnyebben fognak viszonyulni ezekhez az élelmiszerekhez. Na hát akkor én élek is a lehetőséggel, és meg is kóstolom, Jó, egy hozzá. kis kanalat.